Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Lássam, mosolyogtok? Nagyszerű, nem tudom, hogy ti tudtok-e annak örülni, hogy Isten nem veszít az erejéből. Akkor is, hogyha te gyenge vagy ha én gyenge vagyok, ő ugyanolyan erős. Ha én néha elalszok, így gyülekezetbe is, vagy otthon, ő nem szúnyad, ő nem alszik, hanem szemmel kíséri az életünket, nézi a szívedet, az enyémet is, és keresi, várja, hát ha kap egy alázatos szívet, akinek meg tudja mutatni az ő hatalmát és az ő szabadítását, és tud szólni, és én kívánom, hogyha mai nap ide lenéz, és néz, és tekint, és figyel, akkor olyan szíveket találjon ebbe a terembe, akik készek befogadni az ő beszédét. És én nagyon szeretem a Shema Izrael című CD-t, és nagyon-nagyon sokat hallgatom, és szeretem mindig együtt imádkozni édesapámmal azt az imát, ami ott van a CD elején, és csak egy mondatot szeretnék felolvasni így, mielőtt belekezdenék az üzenetbe. Ez a mondat is: valóban, Atyám, mi, akik keresünk téged, akarjuk, hogy éledjen a szívünk, de a te beszéded hallatára és a te szellemed mozgására tud éledni a szívünk. Akarjuk, hogy a te beszéded szóljon a szívünkhöz, hogy éledjen a szívünk. Amen. Tudunk erre egy áment mondani. Akarjuk, hogy éledjen a szívünk, de Istennek a beszédére és Isten szellemének a mozgására tud ez megtörténni, és kívánom, hogy fogadjuk ma Istennek a beszédét. Valóban hálásak vagyunk a bőjtér, és mindazért, amit Isten adott nekünk a bőjt alatt. De ami igazán tud változást hozni a mi szívünkbe, ha engedjük, hogy az ő beszéde oda mélyre hasson. És ez az én döntésem, és ez a te döntésed. És kívánom, hogy a mai nap te is és én is jó döntést hozzunk meg. Egy nagyszerű igerészt hoztam nektek a példabeszédekből, és sokszor lehet, ti is úgy vagytok, hogy hát már annyiszor átolvastam a Bibliát, de mikor rátalálsz egy ilyen igeversre, hogy fú, ez ott volt a Bibliában. Tudjátok, mire jöttem rá? Sokszor olyan felszínesen olvassuk a Bibliát, hogy nem hogy a szívünkig, de az agyunkig nem jut el. És kívánom, hogy a mai nap, hogyha meghalljuk Istennek a beszédét, akkor ne csak az elménkbe, csak hogy jó, hallottam erről az igéről valamit, hanem a szívünkbe hújjon. És a példabeszédek könyvéből szeretném felolvasni a 8. részből. Egy ilyen hosszabb részt fogok felolvasni, de gyönyörködjetek bennem, olyan jó Istennek az igéje. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt, réges-régen. Az ősidőkben formált engem kezdetben, a föld keletkezése előtt. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem. Amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött, amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengereknek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat. Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve, mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól, de aki vétkezik ellenem, magának árt. Gyűlölőim mind a halált szeretik. Amen. Gyönyörű. Nagyon szeretem, csak így végig olvasva az egészet, hogy olyan nagyon vagány, nagyon szeretem, és nem szeretném szétszedni az igét, tudjátok, hogy ez nem az én feladatom, de szeretnélek bátorítani titeket egy pár gondolattal, és már is kezdeném a két verssel. Hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve. Amen. Úgy gondolom, meg tudunk abba egyezni, hogy
Mindenki szeretne boldog lenni, ugye? Igen. Néha különbözik a vélemény ott, hogy mi ad nekünk boldogságot, vagy kinek mi, az így lehet, hogy egy kicsit változik, de az, hogy mindenki boldog akar lenni, az szerintem ugyanaz. Ugye? Ez így van. És nem tudom, ti hogy vagytok, de amikor úgy vissza gondolok arra, hogy arra gondolok, hogy boldogság, akkor nekem egyből eszembe jut a Hegyi beszéd. Valakinek még eszébe jut, az, ha azt a szót hallja, hogy boldogság? Én szeretném, hogy nagyon picit és nagyon röviden így visszaemlékeznék Jézusnak a szavaira, aki azt mondja, hogy az az ember boldog, akik sírnak, a szelidek, boldogok a lelki szegények, akik éheznek és szomjaznak az igazság után, boldogok a tiszta szívűek, boldogok az irgalmasok, boldogok, akik békét teremtenek, és boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek. Jézus azt mondja, hogy ezek az emberek boldogok. És nem tudom, ti hol vettek, de lehet, hogy nektek is egy kicsit úgy összeszörül a gyomrotok, hogy hát azért én nem erre gondoltam. Tehát úgy jobban örülnék, hogyha azt írná, hogy boldogok, akik motoroznak, vagy motorozni fognak, vagy boldogok, akik edzőterembe járnak, vagy boldogok, akik új telefont vesznek minden évbe. Tehát nekünk valami ilyesmi az elképzelésünk, hogyha nem is tudatosan, de tudatalat. Tehát nekünk nem tetszik, amit Jézus itt felsorol, hogy boldogok, akik sírnak, ki szeret sírni, meg ki szeretné azt, hogy üldözzék, vagy gyalázzák, és úgy vagyunk ezzel is, amit itt a példabeszédekben olvasunk, hogy boldogok, akik megőrzik útjaimat. Boldog ember az, aki hallgat rám. Nem tudom, hogy ti boldogok vagytok, amikor valaki úgy megmondja, hogy mit csináljatok, meg hogy csináljátok, meg mit is kéne tenni, meg hogy is kéne tenni. Mindenek vagytok, csak boldogok, nem, ugye? Vagy csak én vagyok ezzel így? Csak én vagyok, ma az arcotok olyan... Tehát, hogy nem vagyunk olyanok, akik annyira szeretnénk, hogy valaki megmondja nekünk, hogy mit csináljuk és hogy csináljuk. És Jézus mégis azt mondja, hogy az boldog, aki hallgat rám. Aki hallgat rám. És valóban biztos emlékeztek a példára, amit mondtam a múlt héten, a bizonyságtételben, a gyufaszállal. Emlékeztek rá? És hogy ez az élet, ez a mi kis rövid életünk, és hogy mit meg tud határozni ez a kicsi dolog. Tehát az egész örökkévalóságomat meghatározza, hogy én itt, ezen a földön milyen döntéseket hozok, és akkor elgondolkozok azon, hogy vajon Jézus azért mondja, hogy hallgass rám, hogy ő fontosabbnak érezze magát? Vajon ő nagyobb lesz attól, hogy én megfogadom azt, amit ő mond? Vajon ő több lesz attól? Nem, ő nem lesz, de az én életem megváltozik. Ez a kicsi életem, ez a porszemnyi életem, mindez a gyufaszál. Az a döntés, amit én hozok, és ő azt mondja, hogy én életet akarok neked adni, és akarom, hogy az örökkévalóság az boldog legyen neked. Én ezt akarom, és azért mondom, hogy mit tegyél, és hogy csináljál, mert én tudom. És sokszor elgondolkozok, hogy vajon akiknek gyereke van, és szülők, hogy vajon azért szóltok a gyerekeknek, hogy ne menjél a vasút elé, mert olyan fontosnak érzed te magad. Nem, hanem meg akarod menteni az életét. Meg akarod menteni az életét, mert tudod, hogy mi vár rá, ha ő odaáll az elé. És azt mondja Jézus, boldogok, akik rám hallgatnak. Boldogok. És az a döntés, amit én meghozok itt, nagyon fontos. Amit nap mint nap meghozok. Azt mondja Jézus, hallgass rám, mert boldog leszel. Halleluja! Hogy van kire hallgassunk, és nem kell a saját fejünk szerint menjünk, mert katasztrófa, úgy néz neki az életünk. Hallgassatok az intésre, a következő. Hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt. Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek. Az egész 8. rész a példabeszédek könyvéből a bölcsességről szól, és a fejezet címe is az, hogy bölcsesség mindennél nagyobb kincs. A bölcsesség mindennél nagyobb kincs, és egy verset szeretnék felolvasni. Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a színaranyat, mert értékesebb a bölcsesség az igaz gyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágasság. Amen. És úgy gondolom, hogy ti is úgy vagytok, ahogy én, hogyha most megkérdeznélek téged,
Mit választasz? Az intést és a tudást, az ezüst és drágaságok helyett, akkor azt mondod, az intést. Azt mondanátok? De azon gondolkoztam, hogy nem a hétköznapjaim mutatják meg, hogy én igazából mit döntöttem. Hogy számomra mi fontosabb. Halljuk hétről hétre Istennek az intő szavát. Mit választottam? Elfogadtam, vagy valami fontosabb nekem? És legyen az ezüst, legyen az egy karóra, egy jobb autó, egy szép fiú, vagy egy nem tudom mi, kinek mi az a fontos. De a hétköznap, úgy egy kicsit, ha végigvizsgáljuk, akkor rájövök arra, hogy nekem mi fontosabb. És Isten azt mondja, Isten igéje, hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek. És ne hanyagoljátok el azt. Minden nap eldöntöm, hogy számomra mi fontosabb. És kívánom, hogy ne legyen fontosabb az ezüst, vagy az új autó, vagy bármi Isten intésénél. Ő meg akar téged és engem óvni, és szól. És halleluja, hogy még szól. És ma még van szava hozzánk. És ne keményítsük meg a szívünket. Ne gondoljuk, hogy ráérek 10 év múlva. Nem érünk rá 10 év múlva. Lehet, hogy holnap már késő lesz. Ma hozzál egy döntést, és ma hozzak én egy döntést, hogy nekem fontosabb Istennek az intése. Fontosabb az, hogy hallgassak az ő szavára, mint bármi más ezen a földön. Mert rövid az életem, de az örökké valóság hosszú. Az hosszú. És az nem mindegy, hogy fogod leélni. Lehet azt gondolod, hogy most mindegy. Nem mindegy. Nem mindegy. És szeretném zárni azzal az igével, amit fel is tettem egy pár héttel ezelőtt a Facebookra, mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. Amen. Aki engem megtalál, én vagyok az út, az élet és az igazság. Erről szólt a nyári táborunk, és sokszor úgy meg vagyunk nyugodva, hogy hát igen, én már választottam az életet, én már... Nekem már nem szükség többet. Elég volt egyszer is, az is bőven sok. Az élet nem erről szól, hogy egyszer felemelem a kezemet, hanem minden nap. Van-e bennem élet, vagy nincs bennem élet? Szlogenként használjuk, hogy Jézus Krisztus az élet. De ez nem csak egy szlogen. Jézus nem egy koncepció, ő élet. És úgy azon gondolkoztam el, hogy akkor van bennem élet, ha van vérkeringés bennem. Az én vérem tele van vírussal. Tele van károkkal, és hogyha Jézus Krisztusnak a vére nem folyik bennem, akkor én halott vagyok, mert ezek a vírusok megemésztenek engem, kinyírnak, ezek a bűnök, amik bennem vannak, halált okoznak nekem. És hogyha nem állok meg, hogy igenis nekem szükségem van Jézus Krisztusnak a vérére, akkor nincs semmi esélyem. Nekem ki kell tisztuljon a vérem, és egyedül Jézus Krisztusnak a vére elégséges hozzá. Egyedül Jézus Krisztusnak a vére elégséges hozzá. Vajon megállok-e a kereszt előtt, hogy szükségem van Jézus Krisztus a te drága véredre, hogy az átmosson és megtisztítson, és nem akarunk megállni a kereszt előtt. Nem. Mert az olyan fájdalmas, amikor meglátod Jézust, és szembesülsz a bűneiddel, és látod, hogy te milyen szennyes vagy, és milyen gonosz vagy. Nem tetszik neked, és nem tetszik nekem, és mégis csak ott tud az én vérem megtisztulni, csak ott tud az én életem megtisztulni. Nincs más. Ha akarom, hogy éljek, meg kell álljak a keresztnél. Meg kell álljak a keresztnél. Nincs más lehetőség hozzá. De halleluja, hogy van egy kereszt, ahol meg tudok állni, és hogy te is meg tudsz állni. Én annyira hálás vagyok azért, hogy Isten megérintette a héten a szívemet, hogy mikor megállsz a keresztnél, és látod, hogy te vagy az a gúnyoló,
Te vagy az, aki kiáltott, hogy feszítsd meg. Te vagy az, aki kiáltott, hogy öld meg. Te vagy az, aki gúnyolódsz. Minden egyes alkalommal, amikor visszautasítod a megtérésnek a lehetőségét. Minden egyes alkalommal, amikor számodra fontosabb valami más, mint ő. Ezt csinálod, és ezt csinálom én is. Gúnyolodok, és kiáltom, hogy feszítsd meg. És úgy, hogy felnézel a kereszten, és belenézel Jézus Krisztusnak az arcára. El van torzulva az arca miattad, és miattam. És lehet alig lát, de rád néz. Miközben te gúnyolodsz, és azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. Ez Jézus. Ez Jézusnak a szeretet, hogy miközben te gúnyolodsz, miközben csúfolkodsz vele, ő azt kiáltja az atyának, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És ez Jézus. És ő halt meg, és letette az életét azért, hogy neked és nekem életem legyen. És ma is felkínálja számodra a választást. És kívánja, hogy választ az életet. Legyetek áldottak. Amen. Halleluja. Dicsőség Istennek mindazért, amit elvégzett, értünk, mert már minden tökéletesen készen van, és rajtunk múlik, hogy mi az, amit átveszünk, és itt a lehetőség. Köszönöm Istennek az ő igéjét, köszönöm Eszternek az ő szolgálatát, hálás vagyok azért, hogy Istennek a szelleme utat tör, ő a világosságával és az igazságával be akar hatolni a mai napon is a te szívedbe és az én szívembe, hogy ott elvégezze az ő megtisztító munkáját, hogy feltámadjunk az igazi életre, hogy valóban új életet tudjunk kezdeni, hogy ne csak egy szlogen legyen, hogy új év van és jó lenne valami újat csinálni, hanem valóságosan megtapasztaljuk az ő erejét és az ő munkálkodását. Én is ott szeretném folytatni, ahol Eszter abba hagyta, hogy Istennek a bölcsességéről szólt ez az igerész, amit ő felolvasott, és gyakorlatilag Jézus Krisztusról van szó benne, az ő személyéről, az ő csodálatos személyiségéről, akire nekünk nagyon nagy szükségünk van. Nagyon sok esetben mi értékeljük a tudást, és felnézünk egy tudós emberre is, meg tudunk hajolni azelőtt, akinek sok információja van, esetleg jól is tudja azt rendszerezni, és azt mondjuk, hogy hú, hát én nem vagyok ilyen okos. Úgy láttam a Facebookon egy viccet, és úgy megérintett, hogy Hofi azt mondja, hogy egyedül ezért az egy dologért nem válnak Istenre az emberek, vagy nem háborognak, hogy a tudást, az észt, azt, mintha mindenkinek jól osztotta volna, mert senki nem panaszkodik, hogy neki nincs. Ilyenek vagyunk mi emberek, hogy úgy gondoljuk, hogy elég okosak vagyunk a mi életünk vezetésére. Mi tudjuk a dolgokat. Lehet még egy kicsi hiányzik, egy kis könyvet még felnyitok, egy kis információt még beszedek, de nagyjából tuti vagyok én is. Istennek a beszéde rombolja ezt bennünk is. Nem csak az, hogy az okosságom nem visz messzire, sokkal többre van szükség, hanem hogy nem ez az, amire szükség van. Egy teljesen más dimenzió, egy teljesen más élet, amiről beszél Isten, amikor azt mondja, hogy bölcsességre van nekünk szükségünk, és a bölcsesség az egy személy, és az ő személyére van szükségünk, hogy valóban behatoljon, és ne csak időnként beengedjük egy picit, és ott körülnézhet, aztán ellökjük, hanem hogy át tudja járni az életünket is, valóban bölcsekké tudjunk válni, hogy átváltozzon a mi személyiségünk. És mindig, amikor a bölcsességről van szó, akkor ehhez az igéhez jutok, mert ezt még majdnem gyerekkorom óta tudom, hogy Istennek félelme az a bölcsességnek a kezdete. Én gondolhatom azt, hogy sok év gyülekezetbe való járás, sok ige hirdetés után, sok minden után én már azért bölcs lehetek, vagy lehet, hogy van egy jó adag bölcsesség már bennem. Isten igéje lemér, hogy van-e bennem Isten félelem, és konkrétan lemér azáltal, amennyi alázat és amennyi engedelmesség van az életemben Isten igéje iránt, a vezetők iránt, Istennek a konkrét beszéde, nem úgy általában a Bibliát úgy szoktam olvasni. Mi az, amit megtartasz belőle, mi az, amit csinálsz, gyakorlatilag mi az, amit csinálok, az, mert annak a fokmérője, az az alázatos szív, hogy viszonyulunk ehhez a beszédhez, és ahogy megcselekszem, az lemér engem, és lemér téged, hogy van-e bölcsesség, egyáltalán van-e egy csepp bölcsesség, vagy csak tudásokat próbálunk összekovácsolni innen-onnan, és e szerint próbáljuk igazgatni az életünket, és esetleg az olvasottságunkkal próbálunk előre jutni, vagy büszkék is vagyunk esetleg erre.
ez Istennek az ígéje, amit felolvasott Eszter, nagyon nyilvánvalóan mutatja ki, hogy teljesen más dimenzióban járunk, és valóban ami természetünk azt mondja, hogy inkább az ezüstöt választom, inkább a színaranyat választom, inkább a drága köveket választom, ezek csillognak, ezek megoldják az én problémámat, a mai problémámat, majd aztán holnap gyűjtök én, vagy majd keresek én békességet, vagy bölcsességet, de most nekem erre van szükségem. És amikor meg tudjuk hozni azt a döntést, hogy az, ami nekem úgy kellene, mint a drága gyöngy szerintem, mikor megértjük azt, hogy Isten azt mondja, hogy ennél jobban semmi nem kellhet, mint a bölcsesség, mert a bölcsesség az egy személy, az Jézus Krisztus, aki igazgatja az életedet, ha megengeded, aki teljesen megváltoztatja a személyiségedet, ha megengeded, és valóban megoldás az életedre, hogyha megengeded, hogyha elhiszed, ha hitáltal ezt aktiválni tudod, akkor teljes fordulatot tud venni a mi életünk. És hogy Isten igéje mondja, hogy ő a mi bölcsességünk, ő a mi igazságunk, ő a mi szentségünk, és ő a mi váltságunk. És mi nagyon sokszor nekünk van igazságunk, mi már tudjuk a választ. És mi próbálunk szentek lenni, mert ide járunk a gyülekezetbe, és még olvassuk is a Bibliát. És próbálunk bölcselkedni, azért lássák, hogy járunk valahova, és azért van egy kis tapasztalatunk, azért már nem ma születtem. És azt mondja Istennek az igéje, ha ez nem Jézus Krisztus benned, ha az a szó a szád, nem ő, ha az a tudás, az a bölcsesség, ami kijön belőled, az nem ő, akkor ez nem igazi, és ez egy másik fáról van, a jónak, a gonosznak, tudásnak a fájáról, ahonnan szakítottál, és a sátán adott eledelt, és azon az úton jársz, és járok. És ez ennyire egyszerű, és mégis annyira nehezen ismerjük fel, és annyira nehezen akarjuk ezt elfogadni, és magunkévá tenni. Egy másik ismérve annak, hogy van-e bennünk Isten félelem, és ennek az igé azt mondja, hogy ha az Úrnak a félelme, a gonosznak a gyűlölése. Én évekig éltem úgy, és évtizedekig is erről beszéltem is nektek, hogy oké, persze ez nem jó, meg ez bűn, meg ez szégyenletes dolog, de nem volt egy olyan attitűd bennem, hogy én gyűlölöm ezt. Mert egyszerűen, hát az milyen dolog, hogy a keresztény ember az gyűlöl. Igenis gyűlölni kell a gonoszt, és nem a gonosz szomszédodat, nem a gonosz házastársodat, vagy nem tudom, ki gonoszkodik veled, vagy hogy érzette, hanem azt a gonoszságot, ami benned van, ami bennem van. Egy olyan attitűddel kell viszonyuljál, hogy tényleg Isten szelleme veled együtt ki tudja írtani belőled. És ez jelenti azt, hogy van Istennek félelme, mert gyűlölöm a bűnt. Mikor látom a bűnt, akkor kiráz a hideg. És elsősorban úgy ismerem fel a bűnt, hogy már magamban felismertem. Nem a szomszédomban, hogy ő nem csinálja jól a dolgokat. Akkor ismerem a lényegét a bűnnek, hogyha közelről, test közelből ismerem. És Isten szelleme kész nekünk megmutatni, és leleplezni ezt előttünk. És van egy igerész a Jeremiásban, nem szeretném felolvasni, mert hosszú, de nagyon megérintette az elmúlt időben, amikor olvastam, hogy mit csinál Istennek a népe, és úgy gondolom, hogy magunkra tudunk ismerni ezek által. Vannak az korszakok az életeinkben, sokunknak vannak olyan korszakai, vagy olyan pillanatok, vagy olyan időszakok, amikor tényleg történt valami. Tehát én láttam, és te láttad az életedben, hogy volt fellendülés, hogy volt valami, amikor megjelent neked az Úr, vagy tudtál lépni egyet az ígére, vagy tapasztaltál egy enyhületet is, fú, azt mondtad, hogy igen, Uram, akkor holnaptól, vagy akármilyen mától is, fogom olvasni az ígét, imádkozok is, és új fordulatot fog venni az életem, és kaptam is erre erőt, és teszem ezt is, de jó, és egyszer csak úgy elmúlt, és valahogy úgy nincs sehol. És egy olyan választ találtam az ígében, ami egy hosszabb rész, de próbálom nektek nagyon röviden összefoglalni, amikor Isten ígé azt mondja, hogy minden hét esztendőben el kell engedni a szolgákat, azt mondja az ő népének. Engedjétek el a testvéreiteket, akik ugye eladósodtak, szolgáká lettek. Sőt, pihentessétek meg a földet, ne akarjatok belőle kiszedni mindent, ugye, mert azért kell az arany, kell az ezüst jövőre is, tehát ne legyen nekem hátrányom. Igen, legyen hátrányod, engedd el, hadd pihenjen a föld, hadd pihenjen meg a szolgák. Ha engedd el. Kiirdettük az elengedés évét. És ez elengedés éve az nem egy ilyen extra, jaj, most eszünkbe jutott, hogy van egy ilyen, hanem ezt az elengedést, ezt szüntelenül gyakorolnunk kell. És azt mondja Istennek az igéje, hogy elengedtétek, úgy, ahogy az ige mondta, elengedtétek a szolgákat, és megtettétek, amit kértem.
És igen, megtettétek. És rövid időn belül visszahívtátok őket, és tovább nyomorgattátok őket, és ugyanoda lesüllyesztett. Megtettétek Isten igét, és utána kis idő múlva ugyanazt csináltátok tovább. Nem hagytátok őket szabadon, ugyanúgy nyomorgattátok. Nem ezt tesszük mi is, hogy egy kis időre felszuszogunk, egy kicsit van egy jó kedvünk, elengedünk dolgokat, megbocsátunk, jó legyen, és nem telik bele két nap, három nap, egy sértődés, egy bármi történjen, és visszajönnek ezek a dolgok, és továbbra is szorongatjuk a másikat, hogy ő miért ilyen, és miért olyan, és miért tette ezt az életembe. És nem az elengedés, nem egy évig nem tartott, nagyon rövid ideig nem tartott az a jólét, amit Isten kezdeményezett, és nekünk kellett volna ezt tovább folytatni. És ezt tette Izrael népe, betöltötte az igét, kipipálta, és néhány nap múlva folytatta. Nagyon magamra ismertem, és magunkra ismertem. Nagyon sokszor voltak felszálló ágak, és nagyon sokszor történtek dolgok, és hivatkozunk ezekre. Én már szabadultam ebből, én már csináltam azt, én megbocsátottam édesapámnak, én már a feleségem ezt lerendeztem, én szeretem a vezetőket, nekem is semmi bajom, mert volt egy átélésem. Lehet, hogy volt, senki nem kérdőjelezi meg, de az a mai napon is ápolva van, a mai napon is úgy él benned, a mai napon is hálát tudsz adni ezért, a mai napon is a szabadságot lükted benned. És mindezt Isten félelme munkája ki, és Istennek a félelme, az a bölcsességnek a kezdete. Nekünk erre van szükségünk, Isten igéje alapján. És nem tekinthetünk úgy, hogy ó, példabeszédek, meg bölcsesség, meg távol vannak ezek, nekem tudod, a mindennapi dolgaim, a problémáim, ezekre adjatok megoldást. Én ezt tapasztalom a gyülekezetbe, minden egyes beszélgetés kimondva, kimondatlan a szemekbe ott van. Nekem adj megoldást, hogy én mit tegyek, hogy ma megenyhüljek és kész. De Jézus nem ezt akarja, hogy ma megenyhülj és kész, mert tudja, hogy holnap még nagyobb rab leszel, és ugyanígy én is, hanem egy végső megoldást akar hozni, ami valóban egy szabadságharc, és valóban tenni kell érte. És valóban, ha elengedtem a nyakát, és nem szolgál nekem, akkor azt jelenti, hogy én is oda kell tegyem magam, és tennem kell, és a föld nem adja ki, akkor lehet, hogy többet kell dolgoznom, lehet, hogy máshol meg kell fizessem az árát. Kész vagyok ezért, mert ő mit fizetett, érted? És értem. Erről Eszter nagyon szépen beszélt, úgy hiszem, hogy el tudott jutni a szívetekig, hogy mit tett Krisztus értünk, hogy akkor is, amikor csúfoljuk őt, és valóban minden egyes ilyen esetben, amikor azt döntjük, hogy azért visszaveszem én, hadd szolgáljon nekem, haragszom rá, igenis jogom van haragudni, mit tett velem, és igenis nekem kell a pénz, és most szaladok a pénzért, majd ha lesz egy kis időm, majd este 10 perc lefekvés előtt, köszönje meg Isten, hogy megköszönöm a napot. Legyen ez neki elég, tudja ő, ha akarja, hogy én mibe vagyok egész nap. Ő Isten, ő tudja. És merünk ilyen szemtelenek lenni, és merünk így viszonyulni Istenhez. Mennyi Istenfélelem van bennünk? Hol vagyunk mi a bölcsességhez? Ahhoz képest, hogy az Istenfélelem a bölcsességnek a kezdete. És ezt azért mondom nektek, mert Isten jót akar, mert Isten az ő bölcsességével akar megajándékozni, és a bölcsesség az egy személy. A mindenható Krisztust akarja nekünk ajándékozni, hogy szüntelenül velünk legyen, és ezt nekünk értékelnünk kell, nem vonogathatjuk, én befogadtam Jézust, persze, tudom ezt a mesét, valami új nincs, nincsen új, csak a régi van. Az a régi, ami igaz, és ami tökéletesen elég volt. És minden ilyen gondolat szentségtelen, tisztátalan gondolat, és ha megengedjük magunknak, akkor a sátánnak vagyunk a fegyveresei, akiket felhasznál a kezed, a lábad, a gondolataid. És ellen kell álljunk ezeknek, meg kell tanuljunk ezeket meg nyakon csípni, és kivetni, és kidobni, és elengedni minden okoskodásunkat. Mert Isten így azt mondja, hogy nagyon nagy szükségünk van a bölcsességre, nagyobb szükségünk van, mint a drága gyöngyre, nagyobb is az értéke annál, és nagyobb megoldáshoz az életedre, mint hogy halom drága gyöngy várna otthon, és minden adósságot ki tudnád fizetni, és egy jó nagy házat is tudnál venni mellé. Mert Isten tudja, hogy mik az értékek. Mi vagy elfogadjuk az ő értékrendjét, és elhisszük, amit mond, vagy akkor mi nem hiszünk az igének, és nem hiszünk Istenbe,
akkor valljuk ezt be, lássuk ezt be, és legyünk hidegek, vagy legyünk forrók. De ne legyünk langyosak, mert Isten gyűlöli ezt, utálja ezt, mert ő nem hiába halt meg. És minden egyes esetben, amikor Isten igét visszautasítjuk a mi okoskodásunkkal, akkor mi köpünk egyet Krisztus arcába, abba az arcba, amit Eszter leírt, hogy milyen Krisztus, amikor értett, szenvedett, és ott vannak a sebei. Az Atya előtt ott van az Úr a mai pillanatban is, és a sebei nem múltak el. És amikor találkozni fogunk, mindig emlékezni fogunk, hogy ő miért hordja azokat. Miért vannak rajta? Az nem múlt el, és nem fog elmúlni, hogy te soha, és én soha, mikor a mennybe is vagyok, ne felejtsem el, hogy ki kicsoda, hogy ki van megváltva, és ki a megváltó, és kinek hol a helye. De mi nem tudjuk, hogy hol a helyünk, mert mi vagyunk az istenek. Mi vagyunk a saját életünknek az istenei. Most így érzem magam, most úgy érzem magam. Én úgy érzem, hogy most nincs kedvem, és úgy érzem, hogy most nem akarok megbocsátani. Majd a jövő héten, hát ha lesz rá hangulatom. Isten igé ezt nem engedi meg. Ha te ezt megtetted, lázadó vagy. Ezt be tudod ismerni? Ezt azért mondom, hogy Isten igéje és az ő szelleme segítsen, hogy meg tudjunk térni hozzá. Hogy teljes szívünkből oda tudjuk vinni a kereszt, az a valós bűneinket. Nem csak a sírálmainkat, hogy jaj, ez bántott meg, az nem megy, nincs elég pénzem, problémáim vannak. Igen, tudja az Úr, és fog gondoskodni rólad. Ha neked van egy Istened a mennybe, egy csodálatos Isten, aki megváltott téged, fog gondoskodni rólad, és nem leszel kenyér kéregető. Ezt írja Istennek az igéje. És nem leszel érzelmileg sem egy koldus, és semmilyen szinten, amilyen szinten érzed, hogy te ki vagy készülve. De az a kérdés, hogy el tudod-e fogadni Istennek az úrságát, a királyságát, és azt csak azzal tudjuk bebizonyítani, hogy mennyire engedünk a szédének. Én annyit hallottam, azt Csilla, én ezt is tudom, azt is tudom. Te már ezt is mondtad, azt is hallott. Ezt is megbeszéltük, igen. És az Úr is szólt hozzám, igen. És mi az, amit megtettél? Hát folyamatban van. Ez az, amit nem lehet lemérni. De Isten szelleme és Isten igéje leméri benned, és leméri bennem. És ott nincs mit mondani. Ott szavak nélkül maradunk. És itt van az a bölcsesség és az az értelem, a minimális, hogy oda menjek a kereszthez, és beismerjem, hogy igen, Uram, hiába vagyok bölcsességnek, hiába vagyok a tisztaságnak, a szentségnek, ami benned van. Tisztátalan vagyok, a földből vagyok, tele vagyok szennyel. Ezt tudtam összehordani. De köszönöm, hogy van a kereszt, hogy Eszter mondta, hogy van a kereszt, ahol le tudom tenni minden szennyemet. Nem kell hordozzam, nem kell mártír legyek, nem kell siránkozzak, hogy micsoda tereim vannak, ha azt tudnák az emberek. Nem kell ezt tegyem. Azt jelenti, hogy siránkozok, hogy nekem terheim vannak, és az emberek se szánnak meg engem, meg senki nem ért meg, még Isten se, hogy semmibe veszem az ő megoldását, semmibe veszem az ő szentséges fiát, aki meghalt értem, az nem számít, az nem egy nagy cucc, az egy történelmi tény, de az most rajtam nem segít. Hát az nagyon szomorú, hát az egyáltalán nem keresztény, aki így gondolkozik, aki ezt megmeri engedni magának. Bevállaljuk ezt, és oda tudunk menni, hogy letegyük minden bűnünket, vagy pedig várjuk a simogatást, várjuk azt, hogy mondják, hogy Isten szeret, Isten jó, Isten aranyos hozzád, így van. De az ő kedvességét, az ő szeretetét abban mutatta meg, hogy letette az életét, és hagyta, hogy köpködjék, hagyta, hogy megcsúfítsák, hagyta, hogy eltorzítsák, hogy te megtegyed, és hogy én megtegyem, hogy tönkre tegyük őt, hogy megostorozzák a halálig. Ezt tette az ő szeretetébe. Nekünk nem kell csak egy kis simogatás, nem kell ezek a nagy szeretetek, köszönjük szépen. Ezért nincs megoldás az életünkre, ezért siránkozunk, ezért vagy lehorgasztott fejjel járunk, és azt gondoljuk, hogy tényleg lehet, hogy jó volt, mielőtt megtértünk volna. Mert ez nem megtérés. A megtérés az, amikor mindent letettél, és amikor átlátod, hogy nincsen gonoszabb nálad, és nincsen gonoszabb nálam, ahogy Pál apostol tudta mondani, hogy első vagyok én a bűnösök között, és ezt komolyan gondolta. Teljes szívéből. Erre van nekünk szükségünk. Erre tud elvezetni Istennek a bölcsessége. Nekünk ez kell. És még egyetlen dolgot szerettem volna, ami engem nagyon megérintett, és nem nagyon szoktam filmeket nézni, és erőről végig aztán nem nagyon láttam filmet, de beszoktam menni néha, és láttam egy tök jelentéktelen sorozat, láttam egy jelenetet, és annyira megragadott engem, hogy Ez mit jelentett a mi életünkben? Volt egy ember, akit bezártak a börtönbe,
nem volt ártatlan, voltak neki kisebb dolgai, de bezárták, mint sorozatgyilkost, és nem ő volt az. Így tudjuk, hogy ez mindenkinek jó, rendőrségnek, mindenkinek, és akkor nem találták az igazit, és akkor hagyták, hogy ez így rásüljön, és bezárták, évek óta ott volt. És volt egy csapat, akik fel akarták fedni a valóságos problémát, és a valóságos gyilkos után kerestek, és annyit kértek ettől, elmentek a börtönbe, és annyit kértek ettől az embertől, hogy igazán mondja el a valós dolgot, amennyiben ő, mert ott volt az új lenyomat, stb., hogy mik a valós tények. És egyszerűen az az ember már össze volt törve tőle, már ezerszer kihallgatást vettek, úgy se hitt neki senki, úgyis már elege volt, tehát teljesen fás volt, egy betokosodott, egy, amúgy is voltak neki problémái, látszott, hogy nyomott volt ő a bűneitől, minden, és ott ült, és gondolkozott, hogy most mit csináljon, hogy kollaboráljon, vagy hagyja az egészet a csodába is. Egyszerűen azt láttam, hogy ilyenek vagyunk mi is, hogy már annyiszor mondtuk, hogy ez van, meg az van, meg bűn, meg jó, meg bevallom, nem vallom, tehát még nem is vagyok olyan nagyon bűnös, hogy a pásztor lát, már ezt is hallottam többször, hogy jaj, te mindent a nyakamra vartál, pedig nem is vagyok ilyen, és jó. A lényeg ennek az egésznek az, hogy döntött, és azt mondta, hogy jó, kollaborálok, és elmondom, amik voltak. És megcsillant a szemébe a remény, hogy hogyha ezt megteszi, akkor megváltozik az élete. És elmondta, hogy ő mennyiben hibás, vagy mit csinált, és őszintén kiöntötte, ami volt. És ez, ahogy ő elmondta, nekik ez nagy segítség volt, hogy megkapták azt a hiányzó szálat, és végül az igazi gyilkost megtalálták. A lényeg ennek az egésznek az, hogy őt elengedték, ő megszabadult. És azt a jelenetet, ahogy kijött a börtönből, azt a, nem tudom nektek elmondani, azt a, nem tudom, elégedett, nem mosolygott, nem, egy olyan ünnepélyes dolog volt, hogy ahogy kijött onnan, és az a nyomorult ember, egy, már 50-60 között lett, hogy 60 éves is volt, sok teherrel minden, de levetette a láncait, látszott, hogy ő maga mögött hagyta a fogvatartóit, és ő kiment egy szabad életre, egy olyan életre, amit soha nem élt. Az a színész meg tudta ezt játszani, hogy kifejezze azt, hogy vége, ami volt, és minden nyomorúságot maga mögött hagytam, csak azért, mert kollaboráltam olyanokkal, akik fel tudták fedni az igazságot. Isten szelleme hányszor jön hozzád és hozzám, hogy legyél őszinte, hogy igazán önts ki a szíved, de mindent mondjál el is, mindent pakoljál le, és a teljes szabadság van megígérve. Akarjuk mi ezt? Át tudjuk ezt venni, el tudjuk hinni, hogy ez az ember elhitte embereknek, mi Istennek nem tudjuk elhinni, hogy Eszter mondta, hogy ő megerőtlenült, vagy ő elfelejtett, vagy ő nem törődik veled, hogy ő kész, csak annyit kér tőled, legyél őszinte, legyél igazságos, vállald be, hogy miattad van rajtad a csapás is, nem az asszony a hibás, nem a nem tudom kicsoda, nem a kormány, nem tudom kikre szoktunk hivatkozni, apám volt ilyen, meg nagyapám is ebben a megrögződtségben volt is, ezért szenvedek, hagyd el ezeket is, és tegyél le mindent oda, és legyél őszinte, hogy meg tudjon változni az életed. Ezt kívánom, hogy igazán át tudjuk élni azt a szabadítást, amit Istennek a beszéde, Istennek a szelleme, Istennek a bölcsessége munkál bennünk, de nekünk kell legyen ehhez Istenfélelmünk, kell legyen alázatunk és engedelmességünk. És kívánom, hogy a fogvatartóinknak, akik most fogvatartanak, ellen tudjak állni, és tudjak szembenézni azzal, hogy miattam vannak, de Isten már őket elítélte, és legyőzte, és rajtam áll, hogy átveszem ezt a szabadságot, vagy pedig nem veszem át. És még egyetlen kép, ami nekem nagyon sokat jelentett, és ezt az elején mondtam is, hogy újra felelevenedett bennem az, hogy volt annak idején Izraelben, hogy amikor a népér imádkoztak is, meg akartak tisztulni, és kívánták azt, hogy Isten megbocsássa a bűneiket, akkor vettek egy bárányt is, vagy egy bűnbakot is, ráolvasták minden bűnét Izraelnek, minden szennyét, minden átkát, és azt kidobták a pusztába, kiengedték, mert tudták, hogy ott éhen fog halni, és ez volt Jézus, ráolvasta a te bűneidet, és az én nyomorúságaimat, az átkaimat, az elhagyottságodat, a meg nem értést, mindent, ami körülvesz téged, a betegségeidet, ő a fájdalmak férfi a magára vette, és Isten volt az, aki kiutasított, azt mondta, a városon kívülre vigyétek, oda a szeméttelepre, és ott húzzátok fel a keresztre, és ott szenvedje. Miután az ostorcsapásokat megkapta, és mindazt, ami neki jár, azért, hogy veled ne történjen meg soha ez, és velem ne történjen meg soha ez, és ne kell roskadozzál a bűneid alatt. Hogy tudjad azt mondani az ördögnek is, hogy meg vagyok váltva, ő szenvedett értem, amikor előjön, és azt mondja, hogy te, aki ma is hazudtál, te
dumálsz, akkor tudjad azt mondani, Isten megbocsátott nekem Krisztusért, mert van egy bűnbak, nem kell keresek ezret, mert szoktunk keresni, hanem van egy igazi, ő elviselte, ő elhordozta, értem, meghalt a kereszten. Ez a hitünknek a lényege, ha emellett elmegyünk, mert mi azt akarjuk hallani, hogy jaj, de jó az Isten, és énekeljünk trálálá, mert jaj, de szép az élet, és el akarunk menni a lényeg mellett, az alapok mellett, azért, hogy Krisztus mit tett, hogy ki a kőszikla. Ha nem a kősziklára építjük az életünket, semmit nem ér. Hiába vágyunk érzelmekre, jó dolgokra, kellemes, együttlét, nagyon jó, aranyos, csak legyen alapja annak, legyen, mert Istennek az országa igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Ha van igazság az életedbe, kibékültél az atyáddal, békességet hozott az életedbe, nem zaklathatnak a démonok, nem zaklathat senki, nem félhetsz emberektől. Akkor betölt az Úr az ő szellemével, betölt az ő örömével, és boldog életed van, boldog keresztény életed van. Ha nincs ez, harcoljál ezért. Ne engedjed, hogy ez így történjen, hogy hát majd egyik nap a másik után. Mert ezt felkínálta nekünk az Úr. Ezért halt meg Krisztus. Kívánom, hogy beteljen a ti lelketek és a szívetek ezzel, és szeretném még zárásképp egyetlen egy énekverset felolvasni, ami nekem nagyon sokat jelentett. Az Isten bárányára leteszem bűnöm én, és lelkem békevára ott van a keresztövén, és a szívem mindenestül az Úrnak átadom. Ő megtisztít minden szenttől, és eltörli bánatom. Legyetek áldottak. Amen.